Szevasz! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Kint, képzeld el, csodaszépen süt a nap. 22 fok van. Ahogy látjátok, jelenleg itt vagyunk az autóban, itt vannak a gyerekek hátul. Szervusz! Hol vagy? Ott vagy. Én vezetek. És nem máshol tartunk, mint a SeaWorld-be. A SeaWorld, aki ugye nem tudná, az egy ilyen vízi vidámpark, ahol vannak vízi, nem csak vízi állatok, mert van jegesmedve, képzeld el. És új jegesmedve született. Ilyen pici jegesmedve, mert a jegesmedve, amikor megszületik, ugye picike. Na minden, elmegyünk megnézni, meg körbe sétálunk egyet, nem sokára odaérünk, hogyha minden igaz, csak kikerüljük ezt az autót. Ahogy mutatom, hol vagyunk, itt a Versace szálloda, várjál, próbálok vezetni, meg kamerázni nektek, és a SeaWorld az itt lesz mögötte. Nem tudom, hogy hányan lesznek, ugyanis ahogy mondtam, az idő elég jó. Szépen süt a nap, egy felhő szinte nincs az égen, komolyan mondom. Még mindig van ugye ez az éves belépünk, ami le fog járni jövő hónap végén. Vagy hónap végén? Jövő hónap végén. És ezzel a belépővel ugye annyiszor be tudsz menni egy éven keresztül, ahányszor akarsz. Úgyhogy gondoltuk, hogy még egyet utoljára, vagy utolsó előttinek eljövünk egyet, aztán körbenézünk, császkálunk ugye. Kidobjuk az indexünket, aztán ott benne a parkolóba elkapjuk. Na mindegy, megint beszélek butaságokat, na már ide befordulunk, ott van SeaWorld szembe, mire befordulunk, átmegyünk a bukkanon, és tudod, hogy hova állunk ki? Oda a leges legvégére. Na, hogy véletlen valaki ugye nekünk jöjjön, hogy meghúzza az autót, mindig odállok. Ez itt a mi helyünk, itt a legvégén, ott bent valahol. Na, úgyhogy mi összekapjuk magunkat, és bemegyünk, na majd csak próbálok hova állni. Amúgy van hely, tehát nem olyan kell keresni, van itt hely mindenhol. Oda pedig átsétálunk. Aztán lehet, hogy felülünk a vonatra, majd meglátjuk. Hoppá! Vonkesz! Ja, na, megjöttünk. Hoppá! Ott, olyan messze álltunk, meg olyan mondom mindentől. Nézd! Ott van a park, a part. Nem a park, a park, a füves rész, és a legvégén, itt biztos nem húzzák meg az autónkat, vagy csak valakiben nem áll mellénk. Lukasz, megvan mindenet? Megvan. Nem kell a kabátod? Nem. Nem, jól van. Én viszem az enyhet, meg a Davis is az övét. Itt egy nagy rozmár. Emlékszel, hogy itt csináltunk fényképet a múltkor? Ja, ide leültünk minden hárman. De én vissza emlékszel rá? Majdnem egy évvel ezelőtt. Ja, megfoghatod. Van a hold my miss hand. Ide be tudunk menni. Valaki bezárt, az lehet, hogy a szél zárta befelig a kaput. Amúgy annét jöttünk be, itt lesz majd a jet kis, egy kicsit később. Meg akartunk nézni a pingvineket, és képzeld el, be vannak zárva. Csak azért, mert a Davis ilyen nagyon szeret most ezt a pingvines mesét, gondoltuk, hogy megmutatjuk neki megint, de be van sajnos zárva, hogy miért, nem tudom. Be lehet menni úszkálni a delfinekkel, de ugye azért külön kell fizetni, az nincs benne a belépő árába. Na mindegy, átmenjünk itt ezen a részét, van sok ilyen érdekes, ez nem is állat, ilyen kiállított állat. A jegesmedék ott vannak hátul, meg a cápák, majd átmenjünk oda, és ott megy körbe az a kis vasút. Próbáltam oda felmenni, de képzeld el, körbe vissza az út, nem lehet oda felmenni. Úgyhogy most átmenjünk oda a gyerekes részét, szóval az ilyen kisebb hullámvasutak, ott fogunk egyet, inkább a gyerekek szórakozni, főleg inkább a Davis valószínű. Lehet, hogy adunk ezt is, aztán utána inkább megnézni a jegesmedét. Visszajöttem a delfinekhez. Én szeretem a delfineket, még az életben nem úsztam velük, de majd egyszer lehet, hogy fog ott. Lehet, hogy majd egyszer megpróbálkozok. Most hova ment? Ott volt. Láttátok? Ott is várnak, megpróbálok ráközelíteni, ugyanis az előbb etették őket. Ott, valahol.
Én látom a hátát. Na, oda néz, kijött. Hoppá, visszament. Amúgy ezek tudnak ilyen trükköt csinálni, ezek a delfinek. Ott a család, ott szemben, látjátok? Rosszal indultak el. Itt hagytak. Én most visszamegyek és elfelejtik a jeges mellékhez, vagy a túloldalra. Lucas, te miért nem mentél oda a Dórához, meg az a, az a... Mi volt a másiknak neve? Régen, hogy te hogy szeretted? Jó, hát én azt tudom. Most a Davison abban az időben ugye, hogy oda megy hozzá, meg nagyon szereti, bár nem nagyon szokta nézni a tévébe. Na innen megérkeztünk erre. Ez milyen rész? Ez ilyen ebédlős, és itt lehet enni. Így ezen át kell menni, aztán van itt egy pár ilyen játék dolog, ahol lehet játszani, ilyen dobálni, ilyen. Ha ilyen megmutatom, ilyen üvegekre valamit, és lehet nyerni. Na ezt mondtam, látod, hogy lehet dobálni. Nem is a labdát, ott van egy üveges is, és ott, hova dobod, olyat lehet nyerni. Majd megyünk tovább. Például itt kosárlabdát lehet dobni, de ott lehet az üvegek tetejére dobni. És hogyha annyi pontod van, ugye, mit lehet nyerni? Ezeket a nagy szőrös állatokat. Jó, nem működik az a hullámvasút, nem? Lukasz, az van lezárva ma? Az volt pedig az a kedvencünk. És egyszer, nem egyszer, kétszer voltunk rajta? Kétszer. És rettentő jó volt. Na mindegy. A legközelebb biztos karban tartják. Na megjöttünk a jeges medvéhez. Hol a jeges medve? Lukasz, hol a jeges medve? Hát én nem látom sehol se. Átmenjünk oda fel, jó? És megnézzük, bár lehet, hogy ugye nincs kihozva a pici miatt, nem tudom, vagy pedig el vannak valahol dugva hátulra. De felmegyünk ide, ugye, és onnét is meg lehet nézni őket. Talán látjuk. Nincs. Nincs itt a maci. Ott. Hol a maci? Lehet, hogy elment aludni. Nézd. Ott vannak cápa bent. Ja, az egy csónak. Be lehet menni, és itt lehet úszni a cápákkal, meg a halakkal. Megyünk, ugye ide nem, hogy beleessél nekem, beleessél, learapják a lábadat. Láde! Na nézd, ők úsznak a, nem tudom, hogy mivel lehet, hogy a cápákkal, de itten úszkálnak. Bár van ott én azt hiszem, hogy cápa benne, legalábbis valami hol biztos van benne. Itt lehet megfogdosni őket, van itten ugorkától elkezdve, mindenféle fajta dolog itt ebbe a vízbe. Láde! Ja, nézd, ott az ugorka. Tács, meg akartál is fogni? Na. A Lukasz ugye kicsit arrébb megy, és megfoghatod, nézd! Na de! Te pancsolsz, nyuszi! Belement a madár a vízbe, látod? Ott a sirály! Na menjünk kifele, ugyanis a Davis túl sokat pancsol a vízbe. És pancsolni nem szabad, csak meg lehet fogdozni az uborkát. Elmegyünk fel az állomásra. Mindjárt jön a vonat, és megyünk egy kört vele. Hoppá, hoppá, ezt megmutatom nektek, hogy hogy néz ki, majdnem, hogy felülről, oldalról, és megy körbe a park körül egyet a vonat. Elmegy a szállodáig, meg vissza egy kört, úgyhogy aztán most jön, siessünk. Yeah, that's too wide. Nem mentünk a vonatról, és rettentő sokan voltak, és nem fértünk fel erre, meg kellett volna várni a következőt, de közben megláttam, hogy mit vannak itt a pingvinek, ha? Nem tudjuk megfogni, csak megnézni őket, és a Davis rettentően szereti a pingvint, hogy megnézzük őket. Látod? Ilyen kis picikék. Látod? Ott bent. Ott vannak. Pici kis pingvin. Ezek nem olyan nagyon nagyok. Ja, nem olyan túl nagyok, ilyen kis picik. És itt el tudnak úszkálni. Megnéztük őket, a Davis elkezdett hozzájuk beszélgetni ezen a nuk-nuk nyelven, ami volt a pingvines mesében. Te, hogy tetszett neki, kár, hogy nem lehetett őket megsimogatni, mi? Itt etetik, oda nézzél, Lukasz, ezt látod? Nézd, oda kijön, és megeszi a halacskát. Te, jól lenne megsimogatni, mi? Lukasz, megsimogatnád? Gondold, de milyen aranyos lehet. Megölelgetném egyet. Oda. Felmegy, lehet, hogy most tanítják amúgy. Már ez egy nagyobbnak néz már ki. Nézd, várja a halat. Látod? Oh. Oh, 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 oh
Hogyha jól lukjesz? Na! Megvan mindenki! Ezt a mai videót én azt mondom, hogy most lassan befejezünk, és elmenjünk hozzafelé. Semmi érdekes, nem hiszem, hogy fogunk csinálni. Mi történt a sapkáddal? Amúgy körülbelül egy ilyen mennyi fél óra aztán bezár a park, ilyenkor tényleg ugye korábban zár. Én remélem, hogy élveztétek ezt a mai videót. Mindenkinek további szép napot, napot, reggelt. Jó estét szeretnék lenni, attól, hogy mikor nézzük, hogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok! Szia!